és Ádámi Kis Gyulát, a versenybíróság elnökét. Tisztelettel felkérnék Bajdaló Gertrudat, országgyűlési képviselő, hogy nyissa meg versenyt. Köszönöm szépen! Gyulaváros nevében nagy tiszteletben és szeretettel köszöntök minden kedves résztvevőt a Várfúró Kupának. Én is külön szeretném köszönteni Cserászló, világ és Európa bajnok úszónkat, akinek szeretném megköszönni, hogy személyes jelenlétével megtisztelt a rendezvényt. Én úgy gondolom, hogy a gyerekeknek, akik a mai napon versenyezni fognak, egy igazi példakép, és nem csak sport szempontból, hanem emberi szempontból is, azért még egyszer köszönöm a jelenlétét. Nagyon fontosnak tartom, hogy a gyulai Várfúró vezetősége, illetve azok a sportegyesületeink, akik az úszással foglalkoznak, felvállalják ezt a szervezést, hiszen ha Gyulán megnézzük a számokat, akkor azt látjuk, hogy több mint 400 gyermek úszik igazoltan, ami úgy gondolom, hogy országos szinten is egy kimagasló szám. Ez a 400 gyerek azt jelenti, hogy Gyulán a legnépszerűbb sportág van jelenleg az úszás. Kedves sportoló gyerekek, kedves szülők, sportvársak, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a Gyulai Várfúró nevében is a harmadik Várfúró Kupán. Nagyon örülök, hogy már a harmadik alkalommal ilyen szép számmal megtöltöttük ezt az otthonát, és reméljük, hogy nélkül körülményeket tudok képviselni a helyzetben. Nem szeretném szöveg szaporítani szó, csak mindenképpen szeretném megköszönni a segítséget azoknak a kollégáknak, azoknak a szervezeteknek,
középpályán Kopjánzi mellé Korosháza. Kettesen Roskonci Szóra, Bácsi is. Hármason Nagy Orsolya Felpálya. Négyesen Kajtás Kolga Bácsi is. Ötösen Horti Szóra Baja. Hatosan Bogdán utca Bácsi is. Hetesen Szinádi Brigitta Gyulai Várkötő, nyolcason Károly Flamé Bódúszó. És harmadik helyezett Jakus Roland Gyulai Várkőből.